Ahogy minden település úgy nyírbátor számára is fontos, hogy minél többen válasszák otthonuknak. De ez azonban megfelelő számú lakásra van szükség, viszont életkortól függően más-más típusúra. Elsősorban a fiataloknak bérlakás programmal segít a helyi önkormányzat, az állam által elindított otthon támogatási rendszert kételemmel kiegészítve, az első lakáshoz jutóknak vissza nem térítendő támogatást adnak. Emellett tavaly saját forrásból bérlakásokat kezdtek építeni a városban, mondta nyírbátor polgármestere 35 perc című műsorunkban. Most már egészen jól állunk, tehát most már a városlakók a városon keresztül haladók is láthatják, hiszen ez a fürdővel szembeni szénaléti tópartjára épül ez az új lakóövezet, és gyakorlatilag egy 80-90 százalékos készültségben van az első tömb, ez 71 bérlakást jelent, és bízom benne, hogyha ez sikeres lesz, és látjuk ennek az eredményét, és anyagilag is tudjuk a jövőben finanszírozni, akkor ennek további ütemei épülhetnek a közeljövőben. A lakások iránt egyébként nagy az érdeklődés, az első lakók már valószínűleg ősszel be is költözhetnek. Az otthonok mellett azonban munkahelyek is szükségesek a városban maradáshoz és letelepüléshez, nyilvántor vezetése fontosnak tartja az ezzel kapcsolatos fejlesztések további támogatását, még a jelenlegi anyagilag nehéz helyzetben is. Máté Antal szavai szerint noha ehhez anyagi támogatást nem kaptak, a legfontosabb beruházásokat mások mellett az ipari park fejlesztését ennek ellenére sem állították le, és végrehajtják évvégéig azokat, még úgy is, hogy az önkormányzat bevételei csökkentek közben. Bizonyos számokat látunk, ugyanakkor nem látjuk, hogy az iparűzési adóbevételeink ebben az évben hogyan alakulnak, nem látjuk, hogy a saját működtetésű turisztikai idegenforgalmi tevékenységeink, mint a szálláshelyek vagy a fürdő, milyen bevételkieséssel eh, kell kalkulálnunk az év végére. Tehát a legnagyobb baj éppen a bizonytalanság, de azért azt lehet látni, hogy az összességében év végére nagyságrendileg olyan 400 millió forintot el fogja érni. Ez nagyjából a működési költségünknek a 15%-a, ami azért egy jelentős bevételkieséssel és most azon dolgozunk, hogy részben pótoljuk, részben meg bizonyos átalakításokkal megtakarítsuk ezeket a kiadásokat. A nyár kapcsán pedig a polgármester annyit árult el, hogy a nagyobb rendezvények augusztus 15-e után indulhatnak újra, de már előtte is lesznek kisebb való menő programok a városban.